sportosat. Híradónk vendége Urbán Flórián, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét! Most először nem a futballról fogunk beszélni, hanem a lovakról. Ugyanis egyes hírek szerint Urbán Flórián, most idézek, parádézott az ügető szilveszteren. Aztán mondom, parádézott, mondom, mindenki lehajtott, első, harmadik lettél, gratulálok. Köszönöm. De ezek szerint akkor ez egy nagyon jó eredmény? Mi ugye azt írták, hogy parádézott. Mit csináltál? Örülök, hogy ezt ott a Szulkiban mit csináltál? Na, semmit, tettem a dolgomat. Ugye tavaly április óta járok ki az ügetőre, és egy héten kétszer-háromszor hajtani, és indultam már két másik versenybe, egy derbi napon és egy meghívásos versenybe. Egyszer hatodik lettem, egyszer pedig nyolcadik, utolsó, és hát ez a harmadik egy óriási eredmény számomra, főleg úgy, hogy a Ló Prometheus az nem is igazából volt a favoritok között, és így tudtunk harmadikok lenni, de hát betartottam a utasításokat, amit az Ido már mondott, amit kért tőlem, és így a harmadik helyre be tudtunk menni. Nagyon örültem neki, ez olyan volt az én életem, mint hogyha mondjuk egy világbajnoki döntőt nyertem volna, hiszen ez egy új hobbi, és nagyon szeretem csinálni, és ugye végre eredményes lettem benne, hiszen mondom, ismétlem magam az előző két versenyben, csak ott futottak, még kategóriában voltam. Nem mondták neked, egy kicsit fogyni kell? Mert jó, tudom, a Szulkiba üsz, de ott is számíthat a súly. Hát is igazából a Szulkiban nem annyira számít a súly. Én szerintem vannak nálam testesebb vannak? Hajtók is, igen, bizony vannak. A galopnál ott értem szerint azért természetesen ott a súly számít, de így a Szulkiban nem, de lehet, hogyha mondjuk egy 20 kilóval könnyebb lennék, akkor Prometheus is jobban szaladt volna. De hát sajnos az élet az ilyen, engem egy dologgal lehet vallatni, hogyha nem adnak enni, tehát én nem tudok ilyeneket, hogy ilyen műzli, meg ilyen mindenféle enni. Én úgy érzem, akkor este 12-kor egy fél tábla szalonnát beütök lilahagymával kenyérrel, soha nem figyeltem erre a súlyra. Tehát lilahagyma fehér kenyérrel. Hát csak azzal, hát én ugye? Nem ilyen diétás. Jó, csak a lilafehér. Okay. Így van, lilafehérben értelemszerűen. Mikor jöttél rá ügető szilveszterem, ha ültél a Szulkiban, mentetek, ügettetek, hogy ebből még harmadik hely is lehet? Hát amikor a célegyenesbe értünk, akkor éreztem azt, hogy ebből lehet, hiszen körülöttem nem igazából, vagy mögöttem nem igazából láttam, hogy valaki úgy tud jönni, de ugye a második helyen fordultam a célegyenesre, és nem éreztem a lóba, hogy lett volna még annyi, hogy meg tudjuk szerezni az első helyet, de ezt mindenképpen meg akartam tartani, csak ugye a Kelvin Itti a Petur Andrissal, az egy olyan sprintet vágott le az utolsó 50 méteren, hogy kis híján megnyerte a versenyt, második lett, és akkor így lettem én a harmadik, de ott a célegyenesben éreztem, hogy ott hogy ebből lehet valami, de is igazából ott, amikor versenyben vagy és jussz a Szulkiba, akkor nem gondolkozol ilyeneken, ott egyetlen egy van, ott olyan adrenalin van meg benned, meg olyan izom, hogy arra mész, és szenzációs érzés. Jó. Azt mondd el nekem, hogy hogyan tudtad elérni, mert ez nem kis dolog, hogy ne ugorjon galopba, ne kezdjen el vágtázni, tehát maradjon az ügető jármódba a lovad. Nehéz volt ezt megtanulni? Hát is, nem azt nehéz megtanulni, is igazából, amikor ilyen versenyek vannak, akkor ilyen bonyolult lovakat nem adnak azért a kezünkbe, hiszen ilyen meghívásos versenyek vannak, ahol nem profi hajtókról van szó, és azért a lovak is olyanok, hogy nem olyat adnak, aki mondjuk ugrik egy 5 versenyből, 4-ből elugorja magát. Még szerencsére versenyben nem volt ilyen, hogy ugrott volna a ló, vagy elkezdett volna vadvágtázni. Tehát te nyugodtan engedted, menjen a tempóval, nem féltél attól, hogy ő majd esetleg túlpörög? Abszolút nem. Az Ida már elmondta, hogy érezem, legyen a kezembe, tehát ne engedjem el teljesen, akkor végre el fog fáradni. Legyen a kezembe, az első helyen mentem egész végig, és éreztem, hogy tehát a kezembe volt a ló, és a célegyenes belengedtem. De ott is nagyon fontos, hogy elmondta az Ida már, hogy ne rángassam a száját, ne cibáljam. Igen. Mert azt nem szereti, akkor esetleg ugorhat, hanem csak annyi, hogy üssek rá, hogyha még akkor még egy picit még tud beletenni a ló, de a lényeg, hogy ne cibáljam a száját, mert az nem jó. Betartottam az utasításokat, és a harmadik hely, mondom még egyszer, nekem az egy szenzációs élmény. Most akkor ez azt jelenti, hogy ezen túl minden hétvégén az ügetőn ott fogsz hajtani?
Hát nem jelenti, azt nem jelenti, mert nincs meg a vizsgám, tehát nem vagyok hajtó, amatőr hajtó sem, ez egy vizsgát el kell végezni. Uh-huh. Gondolkoztam rajta, hogy elvégzem, de is igazából ugye nehéz úgy, hogyha most elvégezem amatőr hajtói vizsgát, akkor valaki nekem azt mondja, hogy gyere Florikán, minden héten hajtsam, az egy kezdő hajtó vagyok. Ez is ez úgy lenne jó, hogyha egy lovat is tudnék venni mellé, és a saját lovamat tudnám akkor hétről hétre hajtani, hidomárhoz beadnám, aki foglalkozik vele, és akkor azt én tudnám hajtani. De hát itt a Nyilasi Bálint, aki segít hajtókéret, sapjon, és még nincs még saját lova, ne haragudjál. Hát igen, de a Borbély Istál van, és ott a Borbély Istának a lovait hajtja. Akkor magyarul az is jó lenne neked, hogy valamelyik istálló felfigyelne rád, és akkor adna a lád lovat. Igen, az is uh-huh. járható út lenne. Bálintan nagyon jó vagyok, én nagyon szeretem, nagyon, nagyon tisztességes rendes fiú, sokat segített nekem még az elején, amikor ugye elkezdtem ezt az egészet, akkor jött mellettem, mondta, hogy mit, hogyan csináljak, sokat segített nekem, úgyhogy igen, ő egy nagyon jó kezű hajtó. Hát ez egy hobbi számomra, de lehet, hogy ebből lesz több is. Akkor még a naptáradban nincs beírva a következő kincsenparki látogatásának a dátuma? Hát versenyben még nem, de valószínűleg a jövő héten is kimegyek és edzek is igazából. Remélem, hogy lesznek olyan meghívásos versenyek, amiken tudok indulni. Ugye ez a derbi meg az ügető szilveszer, ez a kettő, amik így szoktak lenni, de szoktak évközben is, amikor meghívnak ilyen vendégeket, és akkor azok hajtanak. Remélem, hogy lesz rá lehetőségem, még hogy versenybe hajtsak. Jó, tehát akkor ennyit egyelőre akkor a lovas életedről. Szeret egyszer még lesz még saját istálód. Ki tudja, mi lesz. De lovat mindenképpen szeretnék. Lovat mindenki, ugye az anyagi helyzetek azért nem olyan jó, nem állok annyira jól, hogy mondjuk lovat vegyek, de mindenképpen gondolkozok, van egy kedves barátom, Bucsik Pici, aki mondta, hogy segítkezik nekem, és hogyha úgy van, akkor ebben besegít, és fél évig még a tartásba is, de utána próbálja ló megkeresni ezt a pénzt, hogy eltartsa magát havonta. Nem olyan egyszerű. Nehéz, nem egyszerű. Igen. Nem egyszerű történet ez, tehát ez egy bonyolultabb annál, mint hogy így van. Kívülről látszik. Így van. Akkor most futballhoz semmi között, tehát igaz az a hír, mely szerint jelen pillanatban egyetlen egy csapatnál sehol nem dolgozó, semmilyen szinten, még szaktanács adóként sem, sehogy. Hát semmilyen formában a magyar futballból eltüntettek. Nincs rám szükség a magyar labdarúgásban. Hát is igazából az elmúlt időszakban is csak ilyen alacsonyabb szinten dolgozgattam. De látod, hogy az is kapós, mert ugye Velencén hiába, ugye arról beszélgettünk, itt voltál, amikor ugye eljöttél onnan, ugye megye másod? Megye másod osztályot. És most ugye volt szövetségi kapitány a Csábi Józsi, aki átvette a... Hát igen, ez egy... Hát igen, beszélünk, az de egy milyen érdekes, nem? Megye kettőben Orbán, Csábi, nagy nevek, tehát ha azt vesszük és megye kettőről beszélünk. Hát is igazából ez... Ez viszont valahol nem is jó. Hát az, hogy nem jó, ugye nincs más lehetőség, és őszintén beszélünk, ez a megértési futballbűnözés kategória, hiszen valamiből élni kell, és akkor vannak ilyen lehetőségek, akkor az ember azt mondja, hogy igen, akkor elvállalja, mert el kell vállalni mindent manapság, nem csak én, mert így ezért szerintem nagyon sokan vannak így ebben az országban. De hát ugye, amikor olyan, hogy eljöttem, ugye volt egy incidens, ott már föl kellett volna állnom, de nem álltam föl, úgyhogy erről már beszéltünk, és igazából az elmúlt időszakban sem úgy dolgoztam a labdarúgásban, ahogy azt én esetleg gondolnám, vagy lehetőséget kaphatnék, mint hogy azt nagyon sokan kapják, hiszen látom, hogy különböző edzők, akik az égvilágon semmilyen eredmény nem értek el, A-ból mennek B-be, majd B-ből vissza A-ba, úgyhogy hát sajnos, de többször beszéltünk már, hogy ez a magyar futball az én olvasatomban, ez katasztrófa, amit itt művelnek benne, és nem azok az emberek, nem is hibásak, akik, nem azok az edzők, akik A-ból, B-ből, A-ba, nem az a vezető, aki ezt csinálja. Tehát aki megbukott edzőket, két év múlva visszavisz ugyanúgy, és tudja, hogy fogalmatlan volt, minek viszi vissza. Tehát ez a sógorkomarokon haverok, buli, fanta működik a futballban, de meg is lehet nézni, hogy milyen a bajnokság, meg hogy az emberek is igazából abszolút nem kíváncsiak erre. Talán ez is közrejátszik abban, hogy nem nagyon mennek ki az emberek a mérkőzésekre. Nem tudom, mennyire szoktad olvasni még a nemzeti sportot, ugye Petri nyilatkozott, eléggé, hogy mondjam, megfontoltan, de mélyreható gondolatokat mondott el az újságírónak. Persze volt egy dolog, ami ő sem mert állást foglalni,
Ugye azt mondja, hogy a körülmények európai szintűek, már pedig azok most már hál' Istennek, ugye, akkor miért nem termelünk minőséget? Most ő is ugye csak föltette ezt a kérdést, mert ő sem mert ebben állást foglalni. Lehetett tudni, hogy nagyon régóta vannak már akadémiák, nem csak. Miért nem? Miért nem jönnek ki? Miért nincsenek minőségi labdarúgók? Nehéz megválaszolni, hogy miért nincsenek minőségi labdarúgók. És én azt mondom, hogy például mondjuk vegyünk egy kerületet, nem mondok melyik kerület, ahol mondjuk van 3-4 utánpótlás nevelő bázis, akik azért találják ki és azért csinálnak utánpótlás csapatot, hogy a tavos pénzekre rámenjenek, hogy a 2 év után lehet már tavos pénz igényelni, és igazából ami így ezt a futballvezetőket érdekli, nem biztos, hogy mindenki, de 10-ből 9-et én szerintem biztos. És mondjuk van egy kerületben 4 utánpótlás bázis, ahol mindegyik csapatban mondjuk van, minden korosztályban van 3-4 kimagasló tehetség, azokat össze kéne venni egybe. Tehát nem azt kéne, hogy mondjuk a 4 helyen van 4 ügyes gyerek, meg mondjuk van 12 ügyetlen, hiszen nem az ügyes vagy az ügyetlen fog felnőni az ügyes, hanem az ügyes fog belebutulni az ügyetlenbe. Ezáltal én azt gondolom, hogy ez a rengeteg utánpótlás bázis, ahogy így nőnek, mint a gomba, a mennyiségre mennek rá, ezáltal nincs minőség. 1-2 olyan emberek dolgoznak a futballban, olyan emberekből lesznek edzők, akik a életükben nem tudtak 2 dekázat, ez nem biztos értelemszerű, hogy majd abból lesz ez, aki jó futballista is volt, de olyan bárki elvégezheti ezeket a licenszeket, csak be kell fizetni a pénzt. Már boldog-boldogtalannak van licensze, nem is tudom, nem akarok senkit megbántani, nézem, a különböző közösségi portálokon teszik föl C-licensz, meg olyan, édes Istenem, nem akarok senkit megbántani. Én is igazából itt látom a hibát, hogy a felső vezetés nem tud egy olyan koncepciót kidolgozni, ami jó lenne. Ne adj Isten például egy ilyet, hogy a kerületben ezeket a gyerekeket összevenni, együtt dolgozzanak, és akkor tudnak fejlődni egy normális edzővel. Ügyeskék vannak ebben az országban, talán mi vagyunk az egyetlen Magyarország, ahol a ügyeskékből Dunát lehet rekeszteni, mindenki ügyes nálunk, meg ügyeske, csak a végén a végtermék nincs minőségű. Valóban egyezik a véleményedek a Petri Zsolttal, ugye, aki most ugye a Hertának a kapus edzője, ő is azt mondja, hogy megoldásképpen egy dolgot látna, egy erős kontroll kellene. Ami viszont mindent, ugye, tehát nem csak a befolyó pénzt, hogy azzal hogyan bánnak egyes szakosztályoknál, hanem mind a szakmai kontroll is kellene. Míg ez nincs, addig elfolyik minden. Na, pontosan, tehát az akadémiákat sem akarok megbántani, meg kik vezetik az akadémiákat. Még egyiktől sem hallottam egy olyan programot, amire azt mondta van, hogy igen. Tehát kimondtam annak idén a FC Bruges-nél, ahol a Henk Mariman az utánpótlás igazgató, aki nekem felvázolt, hogy a Bruges-ben hogy épül fel a rendszer. A 7 évestől a 19 évesig hogy edzenek. Ő is igazából egy sérülés miatt abbahagyta a futballt, de ő fejben elméletben mindent tud. Ő mondja meg a programot, ő mondja meg, hogy mit edz a 7 éves, meg a 19. Mindenhol 2 edző van. Az egyik edzőnek labdarúgó múlttal kell rendelkezni, hogyha az a Bruges-ben játszott, az még jobb, mert igen, hiszen akkor a gyerek meg a szülő, hogy felnéznek rá. A másik az lehet, hogy nem egy futballgurú, hanem az a számítógépen meg a laptopot tudja kezelni. De ott egy van, ő mondja meg, hogy mit kell csinálni. 3 embert azért alkalmaznak, aki járja a 11 füves edzőpályát, tehát 11 füves edzőpálya volt, ez 6 évvel ezelőtt volt, azóta azt hiszem már 20-ra fejlődtek. 11 füves edzőpályát, 3 embert járja a pályákat, és nézi, hogy az edzők azt csinálják, amit ennek mondjam mondott. Ha az edző nem azt csinálja, akkor sics ki fele. Ma Magyarországon nincs utánpótlás vezető, tehát nincs semmiféle program, az edzők éppen kútfőből, amit ők kitalálnak. Most egy ilyen kontrollt el tudnál képzelni? De azokat az edzőket kell megtalálni, akik azt mondják, hogy igen, én ezzel azonosulok, és ezt szeretném csinálni. Találnák olyat? Nem lenne egyszerű, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehetne, és először is egy program kellene. Tehát én nekem egy nagyon nagy vágyam, hogy... Igen, csak bocsáss meg ezzel kapcsolatban, és ugye Petrinek is volt egy megjegyzés meg ezzel a programmal, mert ugye mennek hozzá is ugye ki magyar kapus edzők, stb. Tehát papíron ugyanaz a program, amit Hertha. Csak nem mindegy, ő fogalmazott, hogy míg a német gyerek megszakad, 100%-a dolgozik, addig a magyar gyerek úgy hagyja végre a labdás gyakorlatot, hogy közben 3-szor beletúr a zselézett hajába. Innentől kezdve, hiába a program ugyanaz, csinálod, mint a mégsem ugyanaz. Ez pontosan a mentetes, de ehhez kellene azok az edzők, akik a gyereket a helyes irányba terelni, és elmagyarázzák, hogy nem az a helyes irány, hogy beletúrja a zselés hajadba, meg zselézd a fejedet. És igazából az egész el van rontva, hiszen már, hogy hallom, igaz vagy nem igaz, 15-16 éves gyerekekért versengenek az akadémiákkal, ilyen 500.000 forintos ösztöndíjakat adnak neki, és 15 éves gyereknek, vagy 16 éves gyereknek 500.000 forint után, mikor 19, ez úgy kezdődik, hogy akkor mit tudom én,
10 000 euró alatt nem áll szóba senkivel, és Isten igazából nem tud még egyenesen rúgni a labdában. Na, itt van a probléma. Tehát azok az edzők, akik vannak, elvégzik, mondjuk lejönnek a mozdonyvezető lejön és edző akar lenni, akkor itt van a probléma, hiszen ezt nem tudja, hogy miről szól, és pontosan arra nem igazából nevelik az alázatra a gyerekeket. Én nekem három fontos dolog, az alázat, a fegyelem és a tisztelet, erre háromra kéne megtenteni őket, és ezzel az anyagi dolgokkal, tehát a futballban nem szabad pénzt vinni gyerekkorban, hiszen akkor már eleve a 80-es típők nem küzdjön meg azért, hogy kikerüljön külföldre. Ma egy NB1-es játékos többet keres, mint egy Bundesliga játékos, ez lehet erre példát mondani. Tehát itt is a probléma az, hogy nincs miért. A gyerek nem akar megszakadni a német, meg akar szakadni, mert az azt mondja, hogy én a Hertával akarok játszani a felnőtt csapatban, ezért mindent megteszek. Ott akarok játszani 50-60-80 ezer néző előtt. A magyar is igazából nem, mert el van kényeztetve, apu anyu által elkényeztetett gyerekek vannak. A szegény gyerekeket nem is lehet látni, mert azokat kiközösítik. Van egy probléma. Azt mondja, hogy a Hertában a gyerek küzd, ott akar játszani a Hertá felnőtt csapatába. Bruckner mondta, ő nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy mondja is a szülőknek, hogy úgy jönnek ide a gyerekek, hogy ne várják el azt, hogy ők a Ferencváros felnőtt csapatába fognak játszani. Mert ugye most kell a külföldieknek, a kész jó játékosok kellenek a Fradiban, meg kell az eredmény, stb. Tehát nincs arra idő, hogy most gyere, és akkor majd ott erősödsz, tólasodsz, vagy mindegy, most hogy nevezzük ezt a folyamatot. Tehát most innentől kezdve nincs az, hogy meghalok az Újpestért, meghalok a Fradiért, mert ott akarok játszani fel, akkor ez egész nagyon rossz. Erre az a véleményem, hogyha mondjuk ennyi állami pénzt, és igazából állami pénz nincs, már az államnak nincs pénze, adófizetők pénzét, nem tarhálnak bele a futballba, akkor rá lenne kényszerítve az egyes, hogy a saját nevelést termelje ki. Tehát rá lenne kényszerítve, és nem az lenne, hogy mondjuk 3-4-5 milliárdot az adófizetők pénzéből megkap egy csapat, különböző trükkökkel a tavos pénzeket elrejtegetik, és akkor utána idehoznak mindenféle ilyen középszerű haver, sógor, koma menedzser által idehozott ilyen külföldi játékosok, akik pont egy forintot nem érnek, ugyannyit érne egy magyar is. Tehát az egész futballt el kellene, a nulláról kellene kezdeni Magyarországon, felépíteni ezeket a külföldieket, én azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesek, és arra rámenni, hogy hozzanak ide, tehát ha már itt ennyi pénz van a futball, akkor hozzanak mondjuk, ide. Mondjuk, ha most itt tartunk, most hoztak ide a Ferencvároshoz is nagy nevű játékos, majd kiderül, hogy mire lesz képes. Én azt gondolom, hogy nem nagy nevű játékosokat kell hozni, hanem egy olyan utánpótlási edzőt külföldről, akit tehát azt a 50 ezer eurós fizetést nem ezeknek adni, hanem annak az embernek, aki azt mondja, hogy akkor én az utánpótlást felépítem, magam mellé veszem azokat az edzőket, akik azt mondják, és én mondom meg, hogy ki mit csinál, én mondom meg, hogy mit edzenek, mert már külföldön bizonyítottam, és ugye ott azért az utánpótlásból kerülnek ki játékosok. Tehát nézzük meg a belga válogatottat, akik ugye ezt 15 évvel ezelőtt kezdtek el egy központi programot, mert ott is a futball ez egy picit azért visszaesett, de nálunk is igazából erre nincs, mert mindenki el van a langyos vízbe, és hogyha valami változás történik, akkor ezek az emberek, akik a langyos vízbe gyúszkálnak, meg ugye a dágványba gyevickélnek, azoknak ez nem tetszene. Olyan vezető pozícióban vannak, hogy akkor ezt nem csinálják, így mindenkinek jó, egynek nem jó, a gyerekeknek nem jó, mert nem fejlődnek semmit, meg a szurkolóknak, akik kimen ezeket a külföldeket nem nézik, mennyivel másabb lenne mondjuk, hogyha a saját nevelési játékosok lennének, és mondjuk annak a szülei, a haveri, a barátai mindjárt 200-al több ember lenne a mérkőzésen. Hát igen, de egyelőre ez távoli jövő. Mi van a külföldi edzői munkáddal? A svájci? Igen. Kapitányságom? Megvan még? Természetesen továbbra is az U21-es minifoci válogatottnak olyan a szövetségi kapitánya, de egy jelen pillanatban nincs semmilyen világverseny, amire készülni kellene, úgyhogy ilyenkor nincs semmi. Az elnök úrral szinte napi kapcsolatban vagyok, de jelen pillanatban nem kell ezzel foglalkoznom, vagy kint lennem, vagy edzéseket tartanom. Aha. Tehát akkor most tényleg, akkor hogy telnek a napid? Tehát nem edzősköz semmi? Semmi, hát munkát keresek. Munkát keresek? Persze, hát én ezt a futballt letettem el a futballról, a megértési futball bűnözés, ez nehéz. Értem szerint, hogy ha van valami, akkor az ember ugye a futball, az élete azért elvalad, de hát mihez értesz? Semmihez. Hát az a legjobb, mert semmihez. Tehát őszinte vagyok, hát is kell, semmihez nem értek, hiszen a szakmám az hús, hentes, élelmiszer eladó, és ez a hentes boltban nem szeretnék most beállni, csontozni. Miért nem? Mennyire, mert nem, tehát amíg elvégeztem annak idején, azt hiszem pontosan egy hónapot sem dolgoztam benne, és elmentem inkább rakodómunkásnak. Nem tudom, mit fogok csinálni, de majd kitalálom, tehát nem vagyok egy elveszett gyerek, nem kell félteni, biztos, hogy megoldom az életemet másképp is, futball nélkül is. Aztán, hogyha lesz valami, megint egy megértési futballbűnözői állás,
és akkor oda megyünk, de hát jelen pillanatban nincs, majd meg kitalálom, de még egyszer mondom, az életem az mindig úgy telt, hogy soha nem siránkoztam, meg sopánkodtam, ezt is meg fogom oldani. Igaz az, hogy teljesen hátat fordítottál a magyar futballnak, tehát nem is nézed már a mérkőzéseket, nem is foglalkozol azzal, hogy mi történik, mi fog történni a pályákon. Ez hát mennyire igaz? Teljes mértékben igaz. Tehát az előző kérdést, amikor a nemzeti sportolvasását, azt hiszem 10 éve nem olvastam, nem vettem a kezembe, mert nem érdekel egyáltalán, de a magyar futball meg abszolút nem érdekel. Tehát azok, akik ebben részt vesznek, meg amiket, ahogy el is mondtam, ezek A-ból B-be, ezek nem érdekel, mit nézek ezen, semmi, nincs mit ezzel foglalkoznom, nem érdekel, inkább a lovakkal foglalkozom, vagy inkább a lóversennyel foglalkozom. És akkor majd csak a lovak, és akkor? A futballban. Amíg nem látom, hogy a futballban lenne koncepció, vagy azok az emberek kerülhetnek oda, akik az érdemük alapján, akik valamit csináltak és dolgoztak, vagy már tettek le valamit az asztalra, hogy mondani szokták, majd azok kerülnek oda, vagy azok majd akkor megnézem. De amíg ezek a sógorkomba rokonok lehetnek az edzők, 7. NB1-es klub 0 eredménnyel, mit nézek én ezen? Semmi értelme, nem érdekel az. Ott a Kincsen Parkban, a lovak tájékán, ott minden rendben van akkor. Tehát oda szívesen mennél. Én nem tudom, hogy magasabb szinten mi folyik a Kincsen Parkban, én csak az istálló környékén vagyok. De ott minden. Hát beülök a szulkiba, és akkor kimegyek a lóval, és akkor kettesben ottan jó legyen, friss levegőn vagyunk, és kimegyünk, és dolgozunk, és csináljuk a dolgunkat. Élvezetesebb, mint mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzést megnéznem. A 51-szer megbukott edző által összerakott ugyanaz a csapattal, semmi értelme, legalábbis az én részemről, biztos valakinek tetszik ez, de ahogy nézzük így a tendenciát, a szurkolóknak sem nagyon tetszik, mert egyre kevesebben vannak a lelátókon, és amíg ez a folyamat nem lesz megállítva, addig egyre kevesebben és kevesebben lesznek. És a labdarúgók is, mert ugye szomorú hír, ugye Rostás Sándor nem is olyan régen elhunyt. Hogy emlékszel vissza rá? Nagyon sajnálom a Sanyit, én is részt vettem a családban. Ugye a fehér kesztyűs, nekünk szurkolóknak úgy maradt meg. Igen, én még abban az időben nem játszottam vele együtt, hiszen akkor azt hiszem katona volt, amikor 87-89 és 9-ben volt az Újpestben, de a mérkőzéseken én is láttam, amikor ugye Újpest szurkolóként kijártam a meccsekre. Az utóbbi időben többször is voltam vele, hiszen van egy az Újpest baráti, 1885 baráti körnek van egy csapat, Újpest legendák és barátai néven van egy csapat, ahova eljártunk különböző helyekre, egy meghívásokra fellépni és játszani, és a Sanyi mindig jött velük. Egy nagyon jó embert ismertem meg benne, egy nagyon jó szívű, nagyon jó lelkű ember volt. Sajnos a magánéletében úgy hallottam, hogy voltak problémák, és igazából, hogy mi okozta halált, azt nem tudjuk, de nagyon sajnálom, mert nagyon jobban voltam vele. Hát sajnos egy igazi nagyon jó barát és sportembert veszítettünk el. És hogy fogynak a játékosok, fogynak a szurkolók is? Hát amíg erre nem fog rájönni valaki ott fönt, magasabb szinten, és azt mondja, hogy ebből elég, és akkor most már húzunk egy vonalat, és akik idáig voltak sógorok, komának kifele a futballból, jöjjenek azok, akik ideig el voltak tüntetve, hát ha azok csinálnak valamit, tehát nagyobb, és igazából olyan nagy rizikó nincs benne, mert ennél rosszabb biztos, hogy nem lenne. Úgyhogy amíg ez van, vagy nincs rendszer, vagy nem lesz, nincs koncepció az egész magyar labdarúgásban, addig ez van, addig nem lesz semmi, és igazából ezért nem is érdekel. Jó, zárásként, ugye hamarosan kezdődik az EB selejtező, március 21 ugye Szlovákiában, március 24 itthon fogadjuk Horvátországot. Hogyha jól szerepelünk az EB selejtezőkön, már pedig ugye jól kellene szerepelni, hiszen az egyik csoportmérkőzések ugye eleve mi adunk helyet, ugye az új névstadion, majd új stadion pontosan, akkor visszajöhetnek a nézők. Megváltozhat a, tehát egy jó EB-selejtező szerepléssel meg lehet változtatni a hangulatot? Annak idején volt egy EB-szereplés, ahol ugye a divatszurkolók közönlöttek ki Franciaországba, és minden boldog-boldogtalan, aki sose járt futballmeccsen, az is kint volt. Valószínű, hogy ha jól szerepelnek és a selejtezőkön, akkor meg fognak telni a lelátók a váltott mérkőzésekre, de ugye a magyar futballban nem fognak a bajnokikon megtelni a lelátók, abban biztos vagyok, amíg ez a tendencia van. A váltott az egy másik dolog, divatszurkolók mennek, közönlenek, jó eredmény van, azonnal bemennek. Még egyszer mondom, tehát abból, akik kint voltak anno, 5-6 ezer voltak is, igazából olyan, többi az nem. Ezek az emberek most is menni fognak, amikor a váltott eredmény lesz, mutogatják, hogy ők milyen nagy magyarok és mekkora szurkolók.
de is igazából a bajnokság. Lesznek egyáltalán jó eredmények? Most például ugye, hogy a Szlovákiával kezdünk kint, utána Horvátországot fogadjuk. Tehát ha két zakó, akkor már nincs miről beszélni, mert ugye csak az első kettő lép tovább a csoportból. Gyorsan márciusban, akár gyorsan eldőlhet negatív irányban a történet. Hát ugye az előbb is mondtam, hogy ez a, nem érdekel ez a magyar labdarúgás. Egyszer kérdezték tőlem egy sportújság is, hogy a selejtezők, hogy mit gondolok az ellenfelekről. Hát nem érdekel, nem érdekel engem ezek. Nyernek, nem nyernek, a kenyér nem lesz olcsóbb, nem érdekel az egész. És mi arról a véleményed, hogy most a sorsolás után Csányi Sándor, az MLS elnöke, kijelentette, hogyha nem jutunk ki az Európa-bajnokságra, a mostani szövetség kapitány Marco Rossi továbbra is élvezi a szövetség bizalmát. Még egy sorozat megkezdése, selejtezős sorozat megkezdése előtt már ezt így kijelentette. Én azt gondolom, hogy az elnök úr, nem is tudom, véletlenül oda kapcsolatom, és mondom, meghallgatom, mit mond. Hát mondott olyanokat, egyem a szívét, hogy itt milyen szépen fejlődik a futballunk, mi a bajnokság, milyen szépen fejlődik. Nem tudom, hogy ezt kit akar ebben, nem is tudom, mert mondjuk engem nem tud, lehet, hogy azokat az emberek, akik mondjuk nem értenek a futball, azok ezt elhiszik. Én nem láttam semmilyen fejlődést. Ez sem én azt tartom jó dolognak, hogy az elnök kijelent, hogy itt a Rossi bármit történik, akkor maradni fog. De értelemszerű az ő kompetenciájez, meg az elnökségé, akikben, ugye ezt korábban is én mondtam, hogy az az MLS elnökség, akik ott vannak Nyilasítóboron kívül, talán még tornazsákjuk sem volt ezeknek az embereknek, és ezek hoznak felelősségteljes döntéseket. Most már tudod, van most beszélni egy szakmai bizottság is, akikben most már ugye Dárdaéktól kezdve. Igen, ezt én nem tudom, nem követtem, de ha van egy ilyen szakmai bizottság, az már az egy jó dolog, hogy legalább ne azok az emberek a Pogácsa mellett döntsenek a futball, akik még tornacipőjük sem volt életükben. De egyelőre így néz ki a helyzet, mindenki izgatottan várja márciust. Én rajtam kívül. Így van, mert te mit vársz? Az ügető kezdetét várod, és akkor... Így van, szombaton az ügető kezdődik. És akkor várod, hogy megcsörenjen a telefonot, és azt mondja valami kis tetvonos, Flóri, gyere ide, van egy... Úgy van, pontosan. Nem is egy lóan, hanem egy meghívásos verseny, hiszen én csak abban tudok hajtani. És, jó, de ló nélkül nem tudsz. Ló nélkül nem tudok, értelemszerű. Bízom benne, hogy azért lesz lehetőség. A lóversenyben kapok még lehetőséget, meg lovat, hogy tudjak hajtani, mert a futballban csapatot már nem. Ezt már tényként tudjuk közölni, de reméljük, hogy a lóverseny azért még lesznek örömeim. Akkor ezen túl majd akkor a Kincsen Park hírei között keresjük az Urbán Flóriánnal kapcsolatos híreket hát akkor. A labdarúgás között nem kell keresni nekem, az a gyanúm, de hát mindenképpen bízom benne, hogy remélem, hogy a lóversenyben még egyszer azt mondom, hogy nagyon jól érzem ott magam, és talán még más sikereket is el tudok érni. Sok sikert kívánok. Köszönöm. További sportosat.